A kis élőlények igen érzékenyek a vizek tisztaságára. Sajnos Európából a tiszavirág szinte teljesen eltűnt már, ezért is fontos, hogy megtegyünk mindent azért, hogy nálunk továbbra is fennmaradjon ez a ritka kérészfaj. A kérészrajzás tehát nem más, mint a 8-12 cm hosszú rovar tömeges rajzása. A kérészek általában június közepe táján indulnak rövid útjukra. A védett egyedek állományára fokozott veszélyt jelent a horgászat céljából történő jogellenes elpusztítás, az állat gyűjtése, tekintettel arra, hogy e faj napjainkra csak a Tiszán, illetve egy-két mellékfolyón, mint a Körös és a Bodrog folyón található meg. A tiszavirágzás jelenleg is zajlik a Tiszán, és a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányságnak a munkatársai folyamatosan a vízen vannak, fokozott vízirendészeti ellenőrzést tartanak, és a tiszavirágzás vonulását követik az együttműködőkkel együtt, az illetékes nemzeti parkigazgatóságokkal, illetve a halászati őrökkel közösen. Ezt úgy kell elképzelni a tiszavirágzásnak a vonulását, hogy először mindig délen, mert ott melegszik el leghamarabb a víz, tehát Szeged térségében, utána azt követően néhány napon belül Csongrád térségében, és így egészen Szolnokon keresztül, a Tiszatavon és Tokajon keresztül Vásárosnamény térségében is tiszavirágzás figyelhető meg. A jogszabály a tiszavirág természetvédelmi értékét 10 000 forintban állapította meg egyedenként. Nyomatékosan felhívom a figyelmet arra, hogy korábbi években előszeretettel használták horgászcsaliként, mert a hal nagyon kedveli, de viszont egyedenként 10 000 forint már az értéke, úgyhogy akár 10 egyed befogásával már természetvédelmi természetkárosítás bűncselekményét is elkövethetik. A Tisza virágzása gyönyörű látvány nyújt, vigyázzunk rá, mindenki érdeke, hogy ez a Magyarországon is ritka állatfaj megmaradjon a következő generációnak is.